kis ajándékot, azért is érkezett nevében. And from that's the gift from the whole congregation. Thank you very much. God bless you. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Tisztelünk, magasztalunk téged a mai napon, meghajlunk a trónod előtt, Uram, alázattal és tisztelettel. Köszönjük ezt a különleges napot, a különleges vendéget. Köszönjük, Uram, a minden jelenlévő életet, hogy megváltoztatsz,
hogy elfordítod az útjainkat mindattól, ami nem tőled való, Uram. Köszönjük ezt neked, Uram. Érints meg ma minket, és áld meg, Uram, a Jézus szent nevében. A Szent Szellem ereje és kenete áradjon, és érintsen meg valamennyiünket. Dicsérünk és magasztalunk ma téged, Uram. A Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, mindazt, amit ma készítettél nekünk. A Szellem szóljon, Uram. Áldott legyen a vendégünk, s adj neki szájat és bölcsességet, és a Szellem szólja azt, amit ma szólnia kell. Köszönjük, Uram! Áldott legyen ez az alkalom. Meghívunk, Uram, ma téged ide, tisztelettel és alázattal. És köszönettel. Halleluja! Töltsd ki, Uram, a Szellemedet. Itt ma minden jelenlét. Teachers. Amen. And close your eyes and don't think about anybody else that is here or is not here. És csukd be a szemed, és ne gondolj senkire, aki itt van, vagy senkire, aki nincs itt. And just give Jesus the love and the respect from your heart. Csak add Jézusnak a te szeretetet, a te szívedet. We are not singing a song right now. Mi nem éneklünk dalt most. But you talk to him from your heart. Te most beszélsz a te szívedet. And you honor the Lord. És te megtiszteled. And you recognize him as being the king and as the savior. És felismered őben a te királyodat és ezt te megváltódat. Let's worship the Lord for me. Hogy dicsérjük az Urat. Jesus, we honor you today. Jézus, mi megtiszteled. We worship you, Lord Jesus. Mi imádunk téged. We worship you, Lord Jesus. Mi imádunk téged, Jézus. You are mighty, you are powerful, you are worthy. You are te értékes vagy nekünk. We give you praise and we give you glory. We give you praise and we give you glory. Mi dicséretet adunk neked. You can use your own language to speak to the Lord, please. A saját nyelvedet, a saját magyar nyelvedet használhatod. Tell him who is for you. Tell him that you love him. He needs to hear it today. Ma akarja hallani tőled, hogy szereted őt. We worship you, Lord Jesus. Mi imádunk, Jézus. We honor you, Jesus. Tisztelünk, Jézus. Praise and glory to your holy name. Dicsőség neked a te You are worthy to receive all the praise and all the glory. We honor you, Jesus. Mi tisztelünk téged, Jézus. We worship you, Jesus. Mi imádunk. We worship you, Jesus. Your name is exalted above every other name. A te neved minden név fölött áll. We honor you, Lord. Tisztelünk téged, Uram. We praise your name. Mi dicsérünk a te nevedet. Praise and glory. Hallelujah. Praise and honor to your name, Jesus. Why don't we lift our hands towards heaven? If you love Jesus and you want to honor him, you can lift your hands towards heaven. Just bless his name. Oh, Lord Jesus Christ, we praise you. We glorify you. Praise and glory. Praise and glory and honor to your holy name. You deserve all the praise. You deserve all the glory. Hallelujah. We honor you, Jesus Christ. This time, David. Bring, recognize you, Jesus. Glory
to your holy name. Dicsőséget. Hallelujah. 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 Can anybody say hallelujah? Mindenki tudná mondani. Hallelujah, Jesus, we worship your name. We glorify your name. Can we give Jesus a hand for 1 minute? Applause. Can we give Jesus a hand? Yeah, let's honor Jesus. Come on. We can do it, come on. Let's praise the Lord. No better than this. Not, this is not enough. Hallelujah. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. So I'm very happy to be here. Nagyon vidám vagyok, hogy itt lehetek. And I come from Germany. Németországból jöttem. But I'm not a German. De én nem vagyok német. I'm a Christian. Én egy keresztény vagyok. Some people have their nationality in front of their Christian walk. Néhány ember előtt inkább mondja, hogy honnan való, és utána keresztény. But I'm first a Christian. I first belong to Jesus. De én először keresztény vagyok, és Jézushoz tartozok. And secondly, I live in Germany. És másodjára vagyok német. And I hope that you are a Christian first. És remélem, hogy te is. And that you are a nice Hungarian. És jó magyar. Amen. Amen. Emotions. I know that. De én tudom rólatok, hogy csak hogy eldugjátok az igazi arcotokat. Last night in church we had some men dancing. Tegnap este néhány embert táncolt a gyülekezetünkbe. So I just wait for the real Hungarian to come out of you. És csak kihoztam belőlük, ami igazán magyar bennük. I know you are on fire, you are wild people. Tudom, hogy ti tüzes emberek vagytok, vad emberek. And just because we are in church, you don't have to put yourself in a box. Tudom azt, hogy amire a gyülekezetben vagytok, nem kell azért a dobozba zárni magatokat. I believe we should have some fun in church. És abban hiszek, hogy vidámságnak kell lenni a gyülekezetben. Is that okay? Can we have some fun in church? Ez rendben van veletek? Lehet még több jó kedv a gyülekezetben? Yes, it's good. Uh-huh. Igen, yeah. Nagyon köszönöm Évának és Istvánnak, pásztoroknak. For allowing me to come to your country. Hogy meghívtak a ti országotokat. We had wonderful times so far together. Eddig még rendben volt, nagyon szép időnk volt. And I got a lot of good food, a lot of good cake. Nagyon jó étellel etettek, jó tortákkal. Ah. And I will remember you for a long time. És emlékezni fogok erre sokáig. Probably my wife will look at me when I come home and say, you don't get any food for a month. Valószínűleg a feleségem azt mondja, hogy amikor hazamegyek, hogy egy hónapig nem kapsz enni. So, and if I really get too hungry, I just come back here. So. Hogyha igazán éhes leszek, akkor visszajövök ide. We enjoy our time very much. Mi nagyon élveztük az időt együtt. And I'm here again to challenge you. És itt vagyok megint, hogy kihívást intézek el. There are different types of ministers or teachers or preachers, different types. Különböző tanárok vannak, különböző prédikátorok vannak. And some of them have this 5 or 4 step sermon that you can preach in any place on the world, of the world. Némelyiknek van ilyen öt lépés, öt szint. And mielőtt elérjék a miniszter, szóval a papságot. So, but I am not like that. De én nem vagyok ilyen. This what you need to understand about me. I'm not like a teacher 1, 2, 3, 4, 5.
Én nem olyan tanár vagyok, hogy ezt az öt szintet én megtettem. When I come into a church or any meeting, amikor jövök egy gyülekezetbe, vagy akármilyen találkozóra, I sense where the people are at and where God wants to go. Where God wants to go with the congregation, what God wants to do. Amit én azt akarom, amit Isten akar, hogy Isten mit akar abban a gyülekezetben, és merre akar Isten menni velük. And therefore I will challenge you very much. És ezért van ez a kihívás, amit intézek nektek. I only accomplish my mission today if you come to the point of any decision. I only did a good job when you come to the place that you make a decision. Akkor tettem jó munkát, akkor teszek jó munkát, hogyha eléritek azt, amit ti el akartatok érni. If you go home the very same way that you came today, I failed. Hogyha ti hazamentek ugyanabban ugyanúgy, ahogy jöttetek, akkor érzem magam rosszul. And maybe you will like me, and maybe you don't. Lehet, hogy te neked tetszeni fogok, vagy nem. But that's not important. De nem ez a fontos. The decision in your heart is important. Az elhatározás a szívedben, az a fontos. Because if all we do is come to church and leave the same way that we came. Legtöbben azt csinálunk, ahogy jöttünk a gyülekezetbe, úgy megyünk haza. Then we wasted our time. És ebből elpocsékoltuk az időnket. Because God doesn't want his church to come together and just be there. De Isten nem azért akarja, hogy együtt jöjjünk össze, és úgy menjünk haza, ahogy jöttünk. My Bible says, if two or three come together in his name, he will be in our midst. Az én Bibliám azt mondja, hogy ha két-három ember összejön, ott vagyok köztük. And therefore I expect something when I'm in church. És ezért én elvárok valamit, amikor a gyülekezetben vagyok. Some people they are strongest, their faith is very strong. Néhány embernek a hite nagyon nagyon erős. And every week they get exactly what they believe for. És minden héten abba hisznek, amiben hittek. They don't know that they have very strong faith. They don't know. Nem tudják, hogy nagyon erős hitük van. But every week they get exactly what they believe. De minden héten abba hisznek, amiben hisznek. They expect nothing and they receive nothing. És nem várnak el semmit, és nem is kapnak semmit. So their faith is working all the time. És az ő hitük dolgozik minden időben. If you expect nothing from the meeting, ha te nem vársz el semmit a találkozóról, vagy találkozótól, your faith will work and you will get nothing. De a hited dolgozik, de nem kap semmit. But if you are hungry for God, de ha te éhes vagy Isten, hungry Istennek, to learn, és éhes, hogy tanuljál, and hungry to grow, és éhes, hogy felnövekedjél, the Spirit of God will speak to you. Akkor Isten szelleme fog hozzád szólni. And he will change the way you think and the way you act. És ő meg fogja változtatni benned, hogy merre menjél, és hogyan viselkedjél. We came down the autobahn from Budapest today. Mi lejöttünk az autópályáról Budapestről ma. It's a very nice autobahn. It's smooth ride. You can ride really nicely. Nagyon szép autópálya. Simán jöttünk le rajta. But still, Brother István was still steering the wheel. A little bit here, a little bit there. De István még mindig tekergette a kormányt jobbra meg balra. And if he would have just hold on to the steering wheel without changing, we would have had an accident. Hogyha nem mozgatja így a kormányt, akkor lehet, hogy balesetünk lett volna. If you're on the autobahn and you don't adjust. Ha mi az autópályán vagyunk és nem mozgatjuk a kormányt, you get in trouble. Akkor bajba leszel. And the autobahn can be perfect, very good and very new.
mindegyik autópálya nem lehet jó és hibátlan. And you are on the right autobahn. You're on the right way where you want to go. És ebbe, amerre akarsz menni, azon az autópályán tudsz menni. But you're still gonna end up in an accident. De hát balesetbe végződik. This is true for our life as well. Ez igaz a mi életünkben. Sometimes we are on the wrong autobahn in our lives. Néha a rossz autópályán megyünk a mi életünkben. And we need to make some drastic change and really come to the Lord to get on the right way. És ebben egy drasztikus változást kell csinálnunk a kormánnyal, hogy Isten felé menjünk. But after you really started to follow the Lord, de miután igazán elkezdted Isten követni, many times it's just this little adjustment. A little bit here, a little bit there. És néha csak egy kisebb dolgok vannak jobbra, meg balra. Amen? If a ship is on the ocean, ha egy hajó például van az óceánon, and they are just one degree off from where they want to go, one degree, very small. Hogyha egy fokot akarnak balra menni, after a couple days, after a couple miles, they will be far away from where they wanted to go. Akkor néhány óra múlva, vagy néhány nap múlva, teljesen kilométerekre vannak attól, ahova akartak menni. And some of you need this one degree adjustment. És néhányatoknak csak egy fog kell ahhoz, hogy a jó irányba menjetek. This one thing that you are still not giving to the Lord. Ez az egy fog hiányzik ahhoz, hogy amit az Úrnak adnátok. This one area where you're not obedient to God. Ez az egy fokon belül fogad szót Istennek. If you live like Jesus, then it is like the following story. Ha te úgy élnél, mint Jézus. It's like this following story. Following? The story that I'm about to tell. Oh, like, hogy követő, na, bocsánat. Yeah? Did we get it? Mi volt itt? It will be like the story that I'm about to tell. Oh. Good? We summoned to tell it. Okay, good. I'm sorry. No problem. So, here is this little boy, and he has a friend over in his house to visit. Itt van egy kisfiú, aki meglátogatta egy másik a házába. And he is playing with his friend in his room. És játszanak együtt a szobába. And at the end of the day, when this friend is about to go home, és amikor véget ér a nap, és a barátja haza akar menni, the mother comes into the room and says, az én mamája jön a szobába, és azt mondja, you have so many toys. Hogy nagyon sok játékod van. Why don't you give your friend one toy? Hogy miért nem adsz egy játékot a te kisbarátodnak? So what's going to happen? Na, mit fog történni? The boy will go in his room. A fiú megy az ő szobájába. And it will just be a couple seconds, and he will come with one toy to give to his friend. És néhány perc múlva visszajön egy játékkal, hogy adja az ő barátjának. And this is really easy, and he does not have any problem. Ez nagyon könnyű megtenni, és így nincs semmi problémája. But imagine what happens if the same thing happens the next day again. De hogyha ugyanez történik következő nap, and he has to go in again and pick another toy that he has to give away. Az már elég nehéz lesz neki, hogy még egy játékot felvegyen a szobájából és odaadja a játszópajtársának. How many know that he will not give away his favorite toy on the first day? He will not give it. He will give something that is not so important to him. Szóval az első, az, hogy az ő kedvenc játékát, az biztos nem adja oda az első nap. Amen? Yeah? But what happens if this continues day after day after day, and every day he has to give his friend another toy? Ez folytatólagosan megy tovább, és minden nap a kis barátjának kell adni egy játékot.
The time that he spends in his room will be extended, will grow longer. Amennyit az ő szobájába tölt, az még több időbe telik. Because he has less toys. Azért, mert kevesebb játéka marad. And he has to think. És neki gondolkozni this kell. One or the other one? Hogy this ez one vagy, or the other one? Vagy a másik. This one or the other one? And it's really different if you do it more than once to give something away. Ez különbséget tesz abba, hogyha egymás után csinálod ezt. And pretty soon he will have given everything away. És nagyon-nagyon hamar mindent el kell ajándékozni. And this is exactly what Jesus wants from you. Ezt akarja pontosan Jézus tőle. It may seem to you that it starts at the point where you can still decide what you give to him. Addig, ameddig te határozod el, hogy nem te mit fogsz adni Jézusnak. But pretty soon he will ask for everything. De nagyon hamar azt fogja kérni tőled, hogy adjál neki oda and minden. This is where many Christians stop. Ez a pont, amikor nagyon sok keresztény megáll. They give Jesus their past and their sin. Odaadják Jézusnak a múltjukat, meg a bűnüket. But they are not willing to give him his their money and their time. De nem hajlandók odaadni Jézusnak az ő pénzt és az ő idejüket. Jesus is asking you for everything. Jézus mindent kér tőle, mindent elkér. Maybe you feel in the beginning that he is asking you just for a little piece of your heart. Az elején azt hiszed, hogy csak egy kis darabot a szívedből kér. But it's only because your understanding is limited. Azért, mert a te megértésed az limitálva van. He will ask for everything you are, everything you have. Mindent elkér, ami neked van. And the Apostle Paul says in the book of Galatians. Galata levélben Pál apostol azt mondja. It's no longer me and I that live, but Christ that lives in me. It's no longer me that live, but this is Christ who lives in me. Hogy én tovább már nem élek én, hanem Krisztus él bennem. And he can say that because he has given himself totally to the Lord. Azért, mert teljesen 100%-osan odaadta magát Krisztusnak. Amen? Amen. And it doesn't matter how many years you follow the Lord. Teljesen mindegy, hogy mennyi időn keresztül követted az Urat. Today God is asking me for other things than what he asked me 5 years ago. Az Úr mást kér ma tőled, mint amikor 5 évvel ezelőtt kérte. And 5 years ago, I had in my mind that I already gave him everything I have and everything I am. 5 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy odaadtam már mindenemet, minden Krisztusnak. But there comes the light of the Word of God and of the Holy Spirit and it shines into your heart. És jön a Szent Szellemnek a fénye és bevilágítja te szívedet. And you discover things that you were not aware of. You discover things in your heart that you didn't realize. És felfedezed a te szívedbe, amire nem is gondoltál. And the question is, has Jesus been good enough for to you that you are willing to give him more? És elgondolkozz arról, hogy Jézus good enough, hogy elég jó ahhoz, hogy te minden még többet adjál neki? That's a question. Ez a kérdés. Are you willing to give Jesus more? És tudnál-e Jézusnak adni még of yourself? A te magadból. Or are you, did you arrive at the plateau and said, this is it, that's all I need to do? Vagy megállsz ott és azt mondod, hogy nincs több. See, I start to come to the church here. I'm just pretending, so I'm coming to the church now. Most hogy csak pretending, no, I'm just telling the story. Most egy történetet mondtad, hogy
jött ide a gyülekezetbe. And then look around for the most spiritual person in the house. És a legszellemibb embert keresi a gyülekezetbe. Because I want to grow in God, that means I have to become like that person. Mert fel akarok növekedni Jézusban. And I find my friend. És megtaláltam a szellemi embert a gyülekezetben. And I'm watching him reading his Bible. És látom, hogy olvassa a Bibliáját. So I start reading my Bible. És én is elkezdtem olvasni a Bibliámat. And I see him praising the Lord. És látom, hogy felemeli a kezét és dicséri az Urat. So I do the same, I praise the Lord. És ugyanazt csinálom, felemelem a kezem és dicsérem az Urat. And it takes me a couple months, maybe years. És nekem néhány hónapot vagy egy évet tesz nekem ennyi. And then I am just like him. És én akkor ugyanolyan leszek, mint ő. And everybody in the church is happy. És az egész gyülekezet boldog. And I arrived. Hogy én megjöttem. And I reached my goal. Hogy elértem az én célomat. To become like the other people in church. Hogy én ugyanolyan lettem, mint a gyülekezet más tagja. And I stopped being hungry. És már nem vagyok éhes. And if he goes forward 5 more steps, ha az én példaképem előre megy 4-5 lépést, then I think, okay, I do it too. Akkor azon gondolkozok, hogy nekem is ezt kell tennem. And if he goes backwards 5 steps, de ha ő neki vissza, de ha ő visszamegy 5 lépést, then I really feel good because now I'm more spiritual than him. Akkor arra jövök rá, hogy én szellemileg jobb vagyok, mint ő. In other words, I become arrogant. És akkor arrogáns lettem, arrogant. And you already know where the mistake is. Tudjátok már, hogy a mik a hibák. It is your job to look unto Jesus. Ez a te munkád, ez a te feladatod, hogy Jézus. And follow him. És kövesd őt. And become more like him. És kezdj hasonlítani hozzá. Not just like the people in church. Nem úgy, nem arra kell törekedni, hogy olyan legyen, mint a gyülekezet. You need to grow in God. Hogy neked Istenbe kell felnövekedni. You cannot make it for yourself to be comfortable. És nem te magadnak nem határozhatod el, hogy kényelmesen legyen. Jesus is calling you today. Jézus hív ma. And whenever Jesus calls somebody, és hogyha bármikor hív Jézus valakit, it is a call of separation. Az a separation. Separációra hív el. Yeah. And you think, oh, Jesus wants me to come to him. That's all he wants. Jézus azt akarja, hogy mindenki hozzá menjen. But you didn't read your Bible correctly. De nem olvastad a Bibliádat rendesen. Jesus gives us this parable where some people were invited to the wedding. Jézus mond egy példázatot a mennyegzőre. And they said, oh, I'm busy with my family. I'm busy with the wedding at home. And my dad died, so I'm busy. I cannot come. És visszautasít, én nem tudok menni a weddingre, esküvőre, mert nagyon el vagyok foglalva, sok dolgom van. And Jesus did not stand there and said, okay, I wait till you're finished and then you can still follow me if you want to. Jézus nem azt mondta, hogy várjunk várjunk kicsi időt, és akkor utána követhetsz engem. He said some very extreme things. Nagyon-nagyon érdekes dolgot mondott. He said, let the dead bury the dead. Hogy hagyj temesse el a holtat a halott. That wasn't nice, because in that family somebody just died. Ez érdekes volt, mert a családban csak valaki meghalt. Jesus didn't try to offend the people or to hurt them. Jézus nem akarta megbántani őket. But he said, if you want to follow me, de azt mondta, hogyha te követni akarsz engem, you need to forsake everything else.
De akkor félre kell tenned mindent. If you want any other gods, hogyha akarsz egy másik istent, you cannot be my disciple. Akkor nem lehetsz az én követőm, tanítványom. And then Jesus sends the disciples out to preach the gospel. És Jézus kiküldte az ő tanítványait, hogy az igét hirdessék. He did not just send them out and said, get some people saved. Nem azért küldte ki, nem csak azért küldte ki, hogy mentsetek meg néhány embert. He said, go and make disciples of all nations. Hogy menjetek ki, és az összes tanítványat menjenek el az összes nemzetekhez. And a disciple is somebody who follows Jesus and who has disciplined his life after Jesus' pattern. Excuse me. A disciple is somebody who is following Jesus. Yeah. The first part. A Jézusnak a tanítványai, akik követték Jézust. And that is disciplined by the Lord. Discipline. Tanítványai. We're talking about the small correction that you do here and there. Emlékszel, amit a vezetésen mondtam arra a kormányzásra? I'm irritated. Tessék? Irritálva. You know why? Because I see Christians that stop growing. Azért, mert én keresztényeket úgy látok, hogy nem nőnek, nem növekednek. Their desire for the things of God became numb. Hogy amit Isten akar tőlük, az nem megbénult, nem csinál semmit. And you need to be hungry for the Lord all the time. Neked éhesnek kell lenned Isten után minden időben. Where you can go in God as a single person, amikor te Istenhez mész, is not determined by your church. Az nem a te gyülekezetettől függ. Is not determined by your pastor. Az nem attól, nem a pásztoroktól függ. Is not determined by your country or your government. Nem attól függ a te országodtól, a te kormányodtól. But by your relationship with the Lord. Attól függ a te kapcsolatod, amit Istennel kiépítettél. I want to encourage you today. Ma meg akarlak erősíteni benneteket. To look into the mirror and see your life where you are really at. És azt akarom, hogy megnézzétek magatokat a tükörbe, hogy hol tartasz. And make any adjustments that's necessary to follow God. És azt szeretném, hogyha egy elhatározást hoznátok a tükörbe, a Isten felé. You are not too old and you are not too young. Ti nem vagytok túl öregek, meg túl fiatalok se. I'm younger than many people in this room. Én fiatalabb vagyok sok embernél itt a gyülekezetben. And I have respect for elderly people. De nagyon tisztelem a idősebb embereket. But I have to tell you. De nekem meg kell mondanom. Being old is no excuse for not growing in God. De azért, amiért öreg vagy, azért nem azt jelenti, hogy nem neked már nem kell növekedni. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dicsőség. Shikarabakasa. Maybe we can pray in tongues for 2 minutes. Can you pray in the Holy Ghost together? If you don't know what this is, maybe we'll explain it to you later. Ha nem tudod, hogy mi ez, akkor majd az újabb megmondjuk később. Your heart needs to be stirred. Your heart needs to be stirred. A te szívednek kell felkavarodni. There needs to be a fire in your heart. Egy tűznek kell lenni a te szívedbe. That drives you forward. Ez fog téged vezetni. If your Christian life is dead and boring, ha te keresztény életed halott és unalmas, then only because you gave not yourself totally to the Lord. Ez azért van, mert nem adott teljesen oda magad, teljes egészében az Úrnak. And yes, maybe you have seen some Christians that don't live a good lifestyle.
Lehet, hogy láttam már életedben a keresztényeket, akik nem élnek igazi keresztény életet. But that's not an excuse. Hát ez nem kifogás. Because you're not supposed to follow people, you're supposed to follow God. Ez nem őket kell követni, ezeket az embereket, hanem neked Isten kell követni. Hallelujah. Hallelujah. I want us to open our Bible to Luke chapter 15. Lukács evangélium 15. fejezeténél szeretném kinyitni a Bibliát. Let's go to Mark chapter 10. Mark evangélium 10. Hallelujah. Everybody still here? Mindenki itt van. Are you still here? Okay, good. Very good. Can you talk to me? Praise the Lord. Mark 10. Mark chapter 10. Yeah. And we will start in verse 46 to 52. 46. 46-tól 52-52. And it begins with, oh, it said, and after they came to Jericho. Is that right? Yeah. Okay, just go ahead and read down to 52. Okay. És Jerikóba érkeznének, és amikor ő és az ő tanítványa, a nagy sokasság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak, Bartimeus, ott üle az úton, és koldul van. És mikor meghallá, hogy ez a nazareti Jézus kezdte kiáltani, mondán, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És sokan fedik vala őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltja vala, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ekkor Jézus megállván mondá, hogy hívják elő, és elhívják vala a vakot, és mondván néki, bízzál, kell fel, és hív téged. Az pedig felső ruháját ledobban, és felkelén Jézushoz méne. És felelvén Jézus mondanéki, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondanéki, Mester, hogy lássak. Right. We have this blind man on the street. Itt van ez a példa, ez a vak ember az utcán. And after he heard of Jesus. Miután ő Jézusról hallott, he started to react. Utána elkezdett Jézus után menni. And I will change the direction of my preaching a little bit. Most egy kicsit megváltoztattam a prédikációmat. But the question is, have you heard of Jesus? De a kérdés az van itt, hogy hallottál-e Jézusról? Bartimaeus started to scream after Jesus. Ez az ember, ez a vak ember Jézus után kiabált. Because you heard about him. Azért, mert hallott róla. So again, you cannot, if you want to receive anything from God. Ha te akármit akarsz kapni Istentől. You have to do what blind Bartimaeus did. Ugyanúgy kellene tenned, mint ahogy ez a vakember tette. You need to hear about Jesus. Everybody say Jesus. Mindenki mondja, hogy Jézus. Jézus. You need to hear about Jesus. Jézusról kell hallanod. If you only hear about church, you will be disappointed. Ha csak a gyülekezetről hallasz, akkor csalódottság. If you hear about the religious system and how things work among Christians, you will be disappointed. Ha arról hallasz, hogy a kereszténység hogyan működik, akkor is csalódott lesz. But he heard of Jesus. De ha te Jézusról hallasz. And what he heard must have been good. De amit it was good what he heard about him. Amikor jó volt, amikor ő hallott róla. Because he is asking for help. Mert ő segítség után kiabált. And it's so important that you personally hear from Jesus. De azért vagytok itt személyesen, hogy Jézusért,
Jézustól akartak valamit. And you need to remember this man is blind and he is a beggar. Ne felejtsétek el, hogy ez az ember vak és egy kéregető, kórus. He is sitting on the street asking people for money because he cannot go and work. Ül az utcán és az emberektől kéreget pénzt, mert mivel valaki nem tud dolgozni. It's not just a nice thing for him to ask Jesus to help him. Ez nem egy nem egy szép jó dolog, hogy Jézustól akar valami. It is about his entire life situation. Ez nem egy olyan kicsi dolog, hanem az egész életét befolyásolja. Amiért Jézusért könyörög. And he expects so much that he is doing something that most people don't do. Ő olyasmit csinál, amit más emberek nem csinálnának, de amiért kiáltott Jézusért, az az egész életét befolyásolja. He is calling after the Lord. Az Úr után kiált. But he is not doing like we do in church. Ezt nem ő nem úgy csinálta, mint ahogy mi csináljuk a gyülekezetekbe. That's not what he's doing. He's not quiet. Nem ilyen halkan. He is screaming. Kiabál. He's calling Jesus, son of David. Azt mondja, Jézus, Dávid fia. Have mercy on me. Legyen kegyelmed rajtam. And if you imagine what happened on that street when this old guy started to scream. Elképzelhetitek, hogy mi történt az utcában, ahol ő elkezdett kiabálni. He had everybody's attention. Mindenki őre figyelt. Everybody was looking. Mindenki figyelte. Who is this crazy guy screaming? Ki az a őrült ember, aki így hordítozik? It's not nice to scream on this in the street. Nem nagyon szép. Why? Az utcán sikoltozik. Why can he not be quiet like everybody else? Normal. Miért nem olyan csendbe vagy, mint egy normális ember, mint mások? If you want anything from Jesus, you cannot be, you cannot act normal at times. Ha valamit akarsz Jézustól, hát normálisan kérjed. And they said to him, oh, come down, be quiet, it's so noisy. Az emberek azt mondták neki, hogy csillapodj le, mert nagyon hangos vagy. It needs to be real quiet in church, real quiet. Hogy te a gyülekezetben nagyon csendbe kell lenned. And if it's real quiet in church, then we have good church, but no noise. Rendes gyülekezetünknek kell lenni, csendes, semmilyen zajnak nem szabad lenni. But when they start doing that to him, he became louder. De amikor ezt kérték tőle, hogy csendben maradjon ez a vakember, akkor még hangosabban elkezdett kiabálni. And he would scream much louder and would say, Jesus, son of David, have mercy on me! Még hangosabban kiabálta, hogy Jézus, Dávid fia, legyen kegyelem rajtam. And some of you think right now, why does this German guy has to scream? Some of you think, why is this German man screaming? Néhányan gondolhatjátok, hogy most ez a német fiú miért kiabál. And that's the reason you don't receive from God, because you think your thinking is wrong. Ez a hiba, hogy nem kap semmit sem Istentől, mert csendben vagy. This man needed help. Ez az ember segítséget. He did not have time to look and ask in the church, is this loud enough? Is it quiet enough? He didn't have the time to do this. He needed help. Nem volt ideje megkérdezni a gyülekezetbe, hogy most elég hangosan kérem, vagy halkadjak le. And he needed it so much that he just didn't care. De őt nem érdekelte ez, mert az utcán volt, és nem érdekelt, hogy milyen hangosan kiabál. See, this is what you and I have to learn. If we want to receive from God, ezt, amit ebben neked és nekem meg kell tanulnunk, hogy ha valamit akarom kérni Istentől, it does not look nice. It doesn't sound nice. Hogy az nem hangzik jól. Sometimes you have to do something strange. Néha valamilyen furcsát is kell
elvégezve. Remember the four friends that had this one leper and they were taking up the roof in front of Jesus so that he would pray for him? Emlékeztek arra részre, amikor Jézushoz vitték a gyógyulót a nyöszörjájába, az ágyba, és lebontották a tetőt, hogy leeresztjük. That was pretty strange. Ez nagyon furcsa, furcsán csinálták. And I'm not saying you should take up the roof today here. Nem azt mondom, hogy ma most szedszét a tetőt itt. That's not the point. The important thing is, they wanted it so much, they just did not care what was in their way. Nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy hogy akarták a gyógyulását annak az embernek. If you still have the time to think about other people's opinion. Ha neked még van időd, hogy más emberre the opinion of other people, if you think about it. Hogyha gondolkodsz más emberről. If you say, I cannot go to that church where they pray in the Holy Spirit because maybe some people think I'm strange. Hogy nem megyek abba a gyülekezetbe, ahol ugye nyelveken imádkoznak hangosan, hát én oda nem megyek. And when they start to pray for people, all of this Holy Ghost stuff, it's wild at times. És amikor elkezdenek imádkozni az emberekért a Szent Szellemben, what was the end? Then it's strange at times what happens when they pray for people, they fall and stuff. És az nagyon furcsa, hogy elestek az emberek, és ott a földön fekszenek. So and I really have a hard time to imagine that my boss from my business or my relatives would understand it. So I'm not going to go there because they could be offended. Nem tudom elképzelni azt, hogy én oda menjek a sorba és kérjek valamit is Jézustól, mert mit fog szólni hozzá a főnököm meg a barátaim. The Apostle Paul says in the first book of Romans. Pál apostol mondja a római levelekben. He said, I'm not ashamed of the gospel. Hogy én nem szégyellem a gospel, evangéliumot. I'm not ashamed. Hogy én nem szégyellem. Whatever you are ashamed of as a Christian will not work for you. Hogy amikor valamit szégyelsz a kereszténységből, akkor te nem igazán keresztény vagy. If you pray in tongues so that nobody can hear and you are ashamed, or you only pray in tongues in your shower by yourself. Ha te nyelveken beszélsz és szégyeled ezért magadat, vagy nyelveken beszélsz a zuhany alatt. You will not have the blessing. Te neked nem lesz meg az áldás. If you are ashamed for your witness for Christ. Hogyha te szégyeled, hogy Jézus tanú bizonysága veled van. If you are ashamed to tell other people that you trust God for healing. Hogy szégyeled azt más embereknek elmondani, hogy te Istenbe abba bízol, hogy gyógyulásba bízol. Your life and God will be very limited. És akkor a te életed, és te életed Istennel nagyon limitálva lesz, korlátozva. In Mark chapter 11, if you don't have to turn there, in the Mark chapter 11, don't open your Bible. Just nem kell kinyitni a Bibliát a Mark evangélium 11. részében. God said, if you believe in your heart, ha te hiszel a szívedben, and you say it with your mouth, és kimondod a száddal, you can have whatever you say. Akkor neked minden lehetséges, amit kimondasz. And God spoke to a friend of mine about this scripture. És az egyik barátomhoz szólt Isten ebben kapcsolatban. And he said, if I would have added two more words to this scripture, hogyha még két szót hozzáadok ehhez a szöveghez, the most Christians would be giants of faith. A legtöbb keresztények gigantikus hitet kapnának. And these are the two words. Ez a másik két szó. If you believe, ha te hiszel, in your heart, ha te szívedbe, you can have whatever you say, minden meg lehet neked, amit mondasz, in church, a gyülekezetbe. Because in church, we say the right thing. Azért, mert a gyülekezetben mi a helyes dolgokat csináljuk. But are you saying the right thing on Monday, Tuesday and the whole week?
de a helyes dolgokat csinálod a hétfőn, kedden vagy a többi napokon? And are you seeking God and worshiping God on any other day as well, not just here on church on Sunday? De te, hát dicséred az Urat, te keresed az ő arcát a hét másik napjain is. So Jesus, Bartimaeus is not ashamed when they try to put him down. He's not ashamed. He screams more. Ez a vakkoldus, hát ő nem szégyelte el magát, még jobban kiabált. And suddenly it says Jesus is stopping and remains standing in his tracks. Jézus, hogy én itt állok előtted, és megálltam a kiabálásba. And Jesus said, call him. Call him over to me. És odahívták hozzá. And suddenly all the people that first tried to put Bartimaeus down, they suddenly become very friendly. Azok az emberek, akik először ezt a koldust le akarták állítani, hogy ne kiabáljon annyira, most már barátságosabb. First they said, be quiet, be quiet. Először azt mondták, hogy csendesedjél le, csendesedjél. And when Jesus said, come, call him over to me. De amikor Jézus azt mondta, gyere ide hozzám közelebb. Oh, he called you, come with me, call. Akkor azok a barátok, vagy azok az emberek, akkor megfogták a kezét, és mondták, hogy ő hívott téged. This behavior is irrational. It's not normal. This behavior. A te viselkedésed és a nem not normal. Those are people that they are around Jesus. They're supposed to know Jesus. Ezek az emberek Jézus körül voltak, és hát ismerniük kellett Jézust. At first they tried to stop him. De először megpróbálták a vakembert megállítani. And 5 minutes later they encourage him. Oh, come to Jesus. Yes, it's nice. Please come. De 5 perc múlva meg oda mentek a vakemberhez, és erősítették őt, hogy jöjjön oda Jézushoz, mert Jézus hívja. So they are just playing, they are not real. Ők csak játszottak, ők nem igaziak. Szóval have you ever been in church and you were standing next to somebody that was really worshiping the Lord? Hogy voltál már ott olyan gyülekezetben, aki melletted áll, és felemelt kézzel az Isten imádja. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. És azt mondja, hogy hallelujah, hallelujah. And he changed his voice, real spiritually. És megváltoztatja a hangját, remegő hangra, hogy hallelujah. And then you ask him what time it is. És amikor megkérdezett tőle, hogy mennyi az idő. And he just looks at his watch. És akkor ő megnézi az óráját. And he says, 5 o'clock. Azt mondja, hogy 5 óra van. Hallelujah! És tovább folytatja. Hallelujah! This is how people are religious in church. Na, ilyenek a vallásos emberek a gyülekezetben. And those guys were just crazy. Okay, that's better enough. They are crazy. Azt mondja, elég, azok az emberek. And then, so this Bartimaeus comes to Jesus. És miután a koldus, a vakkoldus, a Jézushoz. He jumped up and came to Jesus. Azt írja a Szentírás, hogy felugrott és Jézushoz ment. Please remember, he is still blind. De emlékezzetek arra, hogy még mindig vak. And I'm not trying to make a joke. Én nem viccet akarok most mondani nektek. And I do know that blind people, their hearing is very developed and they know their way around. Tudom, hogy a vakembereknek jobban kifejlődik a hallásuk, mint amikor elvesztették a látásukat. But if a blind person jumps up and starts running. De amikor egy vakember felugrik és elkezd futni, he will run into something, in somebody. De akkor valakihez vagy valamihez fut. Do you understand what happening here? Értitek, hogy mi történt itt? He is not standing up. Nem úgy áll fel, hogy lassan és tapogatva megy előre. I'm coming to Jesus. És hogy megy Jézushoz. He is jumping up. Felugrott. And he cannot see anything. Nem lát semmit. And he starts running. Elkezdett futni. Do you think everybody was happy that he was disturbing the situation? Gondoljátok, hogy mindenki boldog volt, hogy megzavart ezt észet? Do you understand that? Értitek? Again, he didn't care what other people were thinking.
Nem érdekelte őt tulajdonképpen, hogy más emberek mit gondolnak. He took the risk to stumble and fall down. Reckírozta azt, hogy megbotlik valamibe is fölborul vagy elesik. And I'm gonna ask you a question. How much do you want God to help you? És most akarok tőletek kérdezni, hogy mennyire akarjátok, hogy Isten segítsen nektek? And now he is in front of Jesus. Ő Jézus előtt van most. And Jesus is a good Jesus, and he is not stupid. Ő egy jó Jézus, nem stupid. He's not dumb. He's dumb. Yeah. Nem, and everybody can see that blind Bartimaeus is blind. Tudják, hogy aki vak, he's blind. He's blind, sure. Yeah, he's blind. Tudják erről a vakról, hogy vak. And he asked him, what do you want? What do you want? De azért Isten, Jézus megkérdezi tőle, hogy mit akarsz. My God, it's obvious, this guy is blind. This guy is blind. Ez az ember, ez vak. We just saw him stumbling around. Hát láttuk, hogy nem tud, nem lát. Why is Jesus asking? Miért kérdezte meg tőle Jézus? Can't you see that he's blind? Nem gondolod, hogy nem látta, hogy vak? Yes, he can see that he's blind. De ő látta, hogy vak. But he is still asking him. De ő még mindig megkérdezi őt. What do you want? Hogy mit akarsz? Several years ago, I was traveling with an evangelist. Néhány évvel ezelőtt, ez egy másik történet, együtt utaztam egy evangélistával. And we have people that came to be prayed for. És jöttek emberek, akikért imádkozni kellett. And some came in the wheelchair, and some came with canes. Néhányan jöttek tolószékkel, és néhányan jöttek bottal. And we asked them, what do you want? Mi azért megkérdeztük tőlük, hogy mit akartok. And everybody in the congregation would think, of course they want out of the wheelchair. A gyülekezetből megmondták, hogy hát persze, hogy azt akarják, hogy a tolószékből kikeljenek. But no, many times they said, my back is hurting, or I have headaches, pray for that. De nagyon sokszor mást akartak ezek a tolószékes emberek. Például a fejfájástól akartak megszabadulni, vagy a hátfájástól. Jesus wants to know what you want. Jézus azt akarja tudni, hogy te, what te mit akarsz. For? Hogy miben hiszel. What do you want him to do in your life? Hogy mit akarsz, hogy mit csináljon a te életedbe. Is there anything you want today from the Lord? Hogy ma akarsz valamit az Úrtól. Yeah. You have anything in your heart that you want for more? Okay. That's good. Because if you don't expect anything, nothing will happen. Hogyha nem, te nem vársz el semmit se ma, akkor nem is kapsz ma so, semmit. And Jesus prays for him. Jesus prays for him. Jézus imádkozott érte. And he said, your faith has made you whole. Hogy a te hitet tartott meg téged so egészben. So he gets exactly what he came for. De ő pontosan azért azt kapta meg, amiért jött. He wanted to see. Ő látni akart. And he got his sight. És ő megkapta a látását, visszakapta a látását. You need to understand that this incident changed his entire life. Meg kell értened, hogy ez az egész dolog megváltoztatta az ő egész életét. He overcame, Bartimaeus overcame the thinking of other people. Az ő gondolkodása túlszárnyalta a mások gondolkodását. But the day after his healing, he had to look for a new job. De miután meggyógyult, egy új visszanyerte a látását, egy munkát kellett keresni. Because with his eyes working, he could not sit on the street anymore and beg for money. Nobody would give him anything. Tovább nem kéregethetett, mert már nem volt vak, és nem mehetett ki az utcára koldulni. So when he asked him, I want to have my sight, I want to see. És amikor ő azt kérdezte, hogy akarok látni. Bartimaeus realized that his entire life was about to change. És mi volt a neve? His entire life was about to change. Bartimaeus.
ő rájött arra, hogy az egész élete meg fog ebbe változni. Nothing would be the same anymore after this occasion. Semmi se lesz ugyanaz, ami eddig volt. He had to go and make a living like everybody else. Ugyanúgy kell élni az életét, mint bárki másnak. Like I mentioned earlier, when we were traveling in those meetings. Ahogy mondtam az előbb, hogy mentünk azokra a találkozókra. Some people would say, I want to get healed of this and this and this, but the other one thing I don't want to get healed of. És emlékeztek, amikor megkérdeztek az emberektől, hogy mit akarnak, és akkor mondták, hogy hát meg akarom gyógyulni ebből, meg abból. Because this is where the insurance company is paying me money. This is my retirement. They pay me for this sickness. Hát betegek voltak, és az én biztosítom fizetett, a biztosító fizetett azért, amiért beteg. And if I get my hearing back, then I have to go to work again. Hogyha én visszakapom a hallásomat, akkor én mehetek vissza dolgozni. And if my leg is healed, ha az én lábam meggyógyul, I need to walk by myself and I cannot call for other people to help me. Akkor magamtól kell járni, nem hívhatok más ember segítségül. Some people don't want to be healed. Nagyon sok ember nem akar gyógyult lenni. Because as long as they are sick, the entire family is taking care of them. Azért, mert hogyha betegek, akkor az egész családot körülötte forog. And everything is circling around them. Minden körülötte megy végbe. And when they get healed, nobody will come and visit anymore. És amikor meggyógyul, akkor hát nem akarja már meglátogatni senki se. And some people get sick on purpose so that the children finally give some attention to the parents again because now they're sick. Nagyon sok szülő elvállalják a betegséget, hogy a gyerekek látogassák meg őket, a gyermekeit. But Bartimaeus was ready that his whole world would change. He was ready for that. De ez a kordus, ez kész volt arra, hogy megváltoztassa az egész életét. He was willing. Ő készen volt erre. He was willing to follow Jesus. És utána készen volt arra, hogy Jézus kövesse. No matter how much it would change his lifestyle. Teljesen mindegy, hogy hogyan cseréljen meg az ő élete stílusát. And this is a question that you have to answer. Ez a válasz, amire kell válaszolnod. How much do you want your answer? Hogy mennyire akarod a te válaszodat. How strong is your desire? Hogy milyen erős a te elképzelésed. If your desire is not strong enough, when you think, yeah, it would be nice, but nah. Hogyha te elképzelésed csak a langyos, akkor... If you're not decided, really strong. Hogyha a te elképzelésed nem túl erős. Nothing will happen. Semmi se fog történni. How much do you want your answer? Mennyire akarod te válaszodat? What are you willing to change for this? Mire vállalkozol rá, hogy ez megváltoztat téged? We had one lady in one of our meetings, and she was 70 years old. Egy találkozónkon egy 70 éves hölgy. And she was deaf on one ear. És süket volt az egyik fülére. And the room was three times as big as this one. És ahol voltunk, az a terem kb. Háromszor nagyobb volt, mint ez. And she would stand in the back of the room. És leghátul volt a helyiségben. After we prayed for her ear. Miután imádkoztunk a füléért. And we would whisper. És suttogtunk. Without a microphone, of course. A mikrofon nélkül. No microphone. And she could repeat everything. She was instantly healed. És meggyógyult ez a drága öreg hölgy, mert mindent hallott. She never came back to church. Sose jött vissza a gyülekezetbe. But after 1 year she came back.
De egy év után visszajött mégis. This time she had a cane because her knee was destroyed. Na, ebben az időben egy bottal jött vissza, mert a bal térdebe összetört. And she said, I want prayer. És azt kérte tőlünk, hogy akar egy imát. And God wanted to help her so much that we prayed for her and she got healed again. És Isten annyira meg akarta gyógyítani őt, hogy miután imádkoztunk érte, meggyógyult a térde is. But still, she never wanted to give her life to the Lord and never came back to church. És ugyanaz történt, hogy nem jött vissza a gyülekezetbe utána, és sose akart odaadni az ő életét Jézusnak. How stupid people can be. Csak gondolkozzál rajta, hogy milyen ostobák tudnak lenni az emberek. Here you are 70 years on God's green earth. Hogy itt vagy már 70 éve ezen a földön, és Isten foglalkozik veled. And you never gave your life to the Lord. És sose adtad oda az életedet az Úrnak. And you get one miracle. És kaptál egy csodát már. You'll get a second miracle. Utána kaptál egy még egy csodát. But you never allow God to change your heart and give you salvation. De nem engeded meg Istennek, hogy megváltoztassa te szívedet. Whatever you will receive from the Lord. Bármit kapsz, amit kapsz az Úrtól. Is connected to obedience. Az engedelmességgel van kapcsolatban. And God will hear your prayers. De Isten meghallgatja a te imádat. But you are supposed to allow that God's power will change your entire life. De meg kell engedned Istennek, hogy érintse meg a szívedet és változtassa meg az egész életedet. We are not helping you if you just get healed. Mi nem segítünk neked. No, we don't. We don't help you if you just get healed. If that's all that happens. Mi nem segítünk neked, hogyha csak meg akarsz gyógyulni. We want your entire life to be given to the Lord. Mi azt akarjuk, hogy az egész életedet adod az Úrnak. The miracle in Bartimaeus' life. A csoda, ami ennek a kódusnak az életében történt, included that everything about his lifestyle changed. Everything. Minden, az egész élete folyamata megváltozott. His friends changed. Az ő baráta is megváltozott. Because now he could not go to the club of the blind anymore. Nem tudott menni a vakok klubjába többé. He lost the membership. Ő elvesztette a tagsági. And when he would ride a train, he had to pay like everybody else. Na most a vonat jegyre is kellett fizetnie, mivel már nem volt vak. Many things that were comfortable for him, he didn't have it anymore. Ami kényelmes volt neki előtte, az már nem volt kényelmes most. I want to challenge you. Most kihívást akarok nektek. God will bless you. Isten meg fog áldani. God will help you. Isten fog segíteni neked. If you have a real desire for God's power to come into your life, God will come. Hogy neked nagy elképzelésed van Isten erejével szemben. And you will get your answer. És akkor meg fogod kapni a te válaszodat. But you are supposed to live for God from then on. You have to give God more of your life. De az életedből kell adni neked Istennek. It doesn't help you if you get healed this year and next year and the year after that you get healed, you get healed, you get healed, you get healed. It doesn't help you. Nem fog az segíteni, hogy meggyógyulsz az idén, és jövőre meggyógyulsz, és utána meggyógyulsz. You should be so thankful that you allow God to work in your life much more, much deeper than ever before. És sokkal hálásabbnak kell lenni ahhoz, hogy Isten mélyebben dolgozik benned, mint csak hogy meggyógyít. The church is not a bless me club. A gyülekezet nem egy áldás klub. We're not just coming here to be blessed. Nem azért jövünk ide, hogy áldva legyünk. We come to be blessed and to be a blessing. Azért jövünk ide, hogy áldottak legyünk, de hogy áldást adjunk másoknak is. You are blessed to be a blessing. Hogy
hogy áldott vagy, hogy te legyél áldott. To give it to others. Hogy másnak add az áldásod. The Apostle Paul, and I'm about to close. Apostol, Pál apostol. Yes. When he got saved. Amikor megváltást nyert. When he met the Lord on the road to Damascus. Amikor látta az Urat a damaszkuszi úton. He is asking a question that most Christians never ask their entire life. Ő egy kérdést tett fel az Úrnak, amit keresztények sose tesznek fel az életükbe. First of all, he calls him Lord. He said, "You are Lord." Először is Úrnak hívta. Which is an act of worship. És it's worship. It's not just to name him. Nem csak hogy megnevezni, hogy Uramnak hívta, hanem ez dicsőséget adott ő neki. And then he said, "What do you want me to do?" Kérdezte, hogy mit akarsz tőlem, hogy csináljak. Many people never ask God, "What do you want me to do?" Nagyon sok ember nem kérdez Istentől, hogy mit akarsz, hogy csinálja. And he surrenders his life 100%. És ott a Damaszkusz után megadta magát 100%-osan. And we read in the book of Acts. És ahogy az apostolok cselekedetében olvassuk. When he is in front of King Agrippa. He is in front of the King Agrippa. Amikor Agrippa király előtt áll. He said, "I was not disobedient to the heavenly vision." Hogy én nem voltam engedelmes a mennyei látomással. And he didn't have any vision all the time. That's not the point. És nem az a fontos, nem volt mindig látomásai. On the way to Damascus, he met the Lord. És a damaszkuszi úton találkozott az Úrral. He surrendered his will to God's will. És ebben megadta magát feladta magát Istennek. And he followed him all the days of his life. És mit tudunk róla olvasni, hogy egész életében követte. Most Christians need 20 years, 30 years if they ever come to the place asking the Lord, "What do you want me to do?" Sok kereszténynek 20-30 évébe kerül az, hogy amikor megkérdezi az Úrtól, hogy mit akarsz tőlem, Uram? You need to ask God, "What do you want me to do?" Mi nekünk meg kell kérdeznünk az Urat, hogy mit akar tőlünk. So that you can be a blessing to other people. És ekkor leszel te áldás másoknak. Let's close our eyes and pray together. Csukjuk be a szemünket, és imádkozunk együtt. Lord Jesus Christ, I thank you this afternoon. Jézus Krisztus, köszönjük ezen a délutánon. For your goodness and for your grace. A te jóságait és a te kegyelmedet. And I ask you to stir our hearts the same faith that Bartimaeus had. És azt szeretnénk, hogy úgy kavart fel a szívünket mindennek a kórusnak a szívét. Where he overcame all those barriers of his culture. Amikor where he overcame the barriers of his culture. Amikor az ő kultúráikhoz mennek. Help us, Lord. Segítsen nekünk. To have such a desire for you. Hogy ebben a mi elképzelésünk. That we are not ashamed of anything. Hogy mi nem szégyelünk semmit sem. God, there are many needs in this room. Many needs and desires. Nagyon sok elképzelés és nagyon sok kívánság van ebben. And you know all of it. És te tudod mindet. But you're still asking. De te még mindig megkérdezed. What do you really want? Mit akarsz igazán? What do you want me to do? Mit akarsz, hogy cselekedjek? And I pray that our hearts answer you. És a mi imánkban, mi szívünk válaszol. Let me give you an honest answer. És mi adunk neked becsületes of választ. Of the deep desires in our heart. Hogy a legnagyobb elképzelés a mi szívünkben. For you are a faithful God. Hogy az, hogy tudjuk, hogy te hűséges Isten vagy. And you are able to help. És hogy tudsz segíteni. And you are here by your spirit to help us. És hogy a te szellemed itt van, és ő segítsen. Thank you, Jesus. Köszönjük, Jézus. Amen. Amen.
dicsőséges Istenem. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We thank you, God. We honor you, Lord. Shitala brako seri miantalaya. Shitala brabrabaku shitala brako si sekereni. Bekamorea mashilva. Ne brabrabaku shatala brabrabaku shitala brabasi. In Jesus' name, Kapra Brako Sasa Karabi, La Brabus Sukurria, Baba City Keradia, Baba Sikeria, Shikarababa Shata Rababa Sikeria, Le Promo Raboso Tokorevera Braka Shitekeria, Shida de Brababa Sikeria, Baba Sasa, Shikarababa Sata, Shatro Kosata, Shida de Barabus, Shetam Ramamas, Le Prokishitela Barakiso. La brocchisette la baracossette, le premenesi, voci che proni santa la bassica le vedesco, le promama meno lo presci della bassica. Jesus! 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 Oh Lord Jesus! Che brava bascica la baracossette! Shaker Rabraco City Lamarabara Casa Talani, Shembroco Rabaros of Sakari. Hallelujah, Shikarabas of Sakarabarias, Sakarabani, Shikarabare was a Sakarabaria Lamashita. She did a Barabacus of Sukuni, and I'll be saying again. Shikarabarias. Lord, we are hungry for you tonight. Ma nagyon éhesek vagyunk rád, Uram. We are hungry for your Lord. Nagyon-nagyon éhesek. We are hungry rád. For your glory. A te dicsőségeddel. For your spirit and for your presence. A te jelenlétedre. And you said in your word, if we would hunger and thirst after righteousness. Te azt mondod a te igédbe, hogyha mi éhesek vagyunk rád. That you would still that hunger. Hogy Te megszünteted ezt az éhséget. God, we are hungry for more. Mi még éhesebbek vagyunk. And we are determined to serve you more. És mi azon vagyunk, hogy még jobban szolgáljunk. And give you more of ourselves. És mi belőlünk még többet adjunk neked. God, we want your glory to cover this nation. Istenem, azt akarjuk, hogy a te dicsőséged fedje be ezt az egész nemzetet. And we want to see your church being strong. És azt akarjuk, hogy a te templom, a te gyülekezeteid erősek legyenek. Strong in the spirit. Erősek ebben szellemben. And we thank you, God. Mi köszönjük neked is. That you lead us by your spirit. Hogy a te szellemed által vezetsz minket. And we say that your will be done. Hogy mi megmondhatjuk azt, hogy minden on earth as it is in heaven. Hogy minden úgy lesz, ahogyan a mennybe és a földön. We thank you, God. We worship you. Mi köszönjük neked, Istenünk, mert mi imádjuk. You are so faithful. És nagyon hűséges vagy hozzánk. You are such a good God. Te nagyon jó Isten vagy nekünk. And you deserve all the praise and all the glory. És te megérdemled a mi dicséretünket és az. Thank you, Lord, as today is a beginning. Köszönjük Istenem, ez a mai nap a kezdet. Today where we plant the seed. Mi elültettük a magukat ma. The seed of obedience and consecration. A maga az engedelmesség magját. So that your life would flow out of us more and more and more. És a mi életünkön át tudsz jönni többet. We bless your holy name. Mi áldunk téged. Amen. Ugyanolyan egyszerű ember vagyok, mint te. Ugyanolyan megbotránkozásokkal, bármivel, ugyanolyan érzelmekkel.
de Isten képes arra, hogy megváltoztasson minket. És egy jobb útra tereljen, mert az ő útja mindig jobb. Kérlek benneteket, hogy ma nyissátok meg a szíveteket, és valljátok meg a szátokkal, hogy Jézus az Uratok, a megváltótok és a gyógyítótok. Képesek vagytok már ezt megtenni? Ez nem egy nagy dolog. Igen? Igen. Mindenki? Igen. Oké. Álljunk fel, kérlek benneteket. Mély tisztelettel és alázattal. És kérlek, mondjátok el utánam az következő imád. Mennyei Atyám, Jézus nevébe jövök ma elét. Mennyei Atyám, Jézus nevébe jövök ma elét. Azt mondod az igédben. Azt mondod az igédben. Hogyha én a számmal vallást teszek az Úr Jézusról, és a szívembe hiszem, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülök. Ezért a mai napon kijelentem, hogy hiszem a szívembe, hogy Jézus Krisztus Isten fia, hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus. Kérlek, Jézus. Légy az életem ura. Légy az életem ura. Légy a megváltója. Légy a megváltója. És légy a gyógyítója. És légy a gyógyítója. Jézus, te vagy az Uram. Jézus, te vagy az Uram. Jézus, te vagy a megváltóm. Jézus, te vagy a megváltóm. Jézus, te vagy a gyógyítóm. Jézus, te vagy a gyógyítóm. Én meg vagyok váltva. Én meg vagyok váltva. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életem. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életem. Amen. 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 Halleluja! Dicsérjük az Urat! Dicsérjük, dicsérjük, hogy örök életet kaptál Krisztusban, és együtt fogunk menetelni a mennyek országába. Amen! Amen! Hallelujah. We pray for all those calls in the name of Jesus. Koronavásíti a varahokó szentára vélve. Imádkozunk Jézus nevében ezekkel a zsebkeskenőkkel. And we release the healing power of God. Mi kiárasszuk a gyógyító erejét is. Like they did in the book of Acts. Ahogy az apostolok cselekedetei. When they're taking handkerchiefs and cloths on the body of the apostles. Ahogy az apostol tette a keskenőkkel. And wherever he sent them, people got healed and delivered. És amerre vitték ezeket a keskenőket, az emberek meg. And we sent the healing power of God in the name of Jesus. Mi küldjük a gyógyító erőt ezek a. To the sick and to the afflicted. A betegeknek és a aki erre szorul. We break demonic powers. Mi megtörjük a ördög erejét. In the name of Jesus. Jézus nevében. Amen. 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 És kérjük, hogy énekeljen. Hallelujah. Hallelujah. Gyönyörűen énekel. Beautiful. Mondom a neked, te rendes a Shut up!